Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit itt Esztergomban, a Kapcsolatok házában, és a Galileo Webcast képernyői előtt szerte az univerzumban. Mai előadásunkhoz egy pár gondolatot hagyd mondjak, aztán majd kiderül, hogy miért. Amikor távcsöves bemutatók alkalmával, vagy egyéb rendezvények alkalmával sokszor kérdezték tőlem, hogy és a csillagászok azok hány csillagot szoktak fölfedezni, vagy fedeztem-e már föl csillagot, vagy valami hasonlót, akkor el szoktam mondani, hogy a csillagászok alapvetően, a csillagászok többsége az nem arról híres, hogy újabb csillagokat fedezzen föl. Most idén nyáron publikálták a Gaia űrtávcső legfrissebb adatait, 1.811.709.771 csillagot, vagy egyéb objektumot tartalmaz. A legtöbb az ezek közül csillag, és vannak még egyéb objektumok a listában. Hát most, hogyha valaki felfedez egy 1.811.709.772. csillagot, akkor az valószínűleg nem lesz egy akkora világrengető dolog. Vannak azonban olyan égitestek, amelyeknek a felfedezése az különleges dolog, és ezzel írják be magukat a történelembe a csillagászok. Ha valami olyan égitestet fedeznek föl, ami valamilyen szempontból különleges, valamilyen szempontból kilóg a sorból. Na, hát a mai előadónk Sárneczky Krisztián egy olyan felfedező csillagász, aki számos égitestet fedezett már föl, és köztük vannak igen különlegesek is. Úgyhogy most szeretettel fölkérlek, hogy számolj be ezekről a felfedezéseidről. Köszönöm szépen a felkonferálást, szeretettel köszöntök mindenkit. Szerintem sötétítsünk is el az univerzumban, és ugye a csillagokon kívül nincs túl nagy világosság. Ja, igen, ezt bekapcsolom, és működik. Ugye Gyula már elmondta, hogy a csillagászoktól milyen csillagot fedeztél fel, tőlem is meg szokták kérdezni, hogy csillagokat nem lehet felfedezni, mert azokat vagy vannak, vagy nincsenek, maximum valamiféle tulajdonságukat, ha kettős csillagok vannak, vagy változó csillagok vannak, vagy valamilyen tulajdonságuk, azt azért számon tartják, mikor ezt valaki feltárja. Esetleg arról lehet szó, hogyha igazán csillagfelfedezés, hogyha valami nagy léptékű folyamat játszódik le csillagon, leginkább valamifajta robbanásokról beszélünk, novák, szupernovák, mondjuk azoknak a felfedezését a csillagok világában számon tartják. Ahol sokkal inkább ezt meg lehet valósítani, ha felfedezhetnékünk van, az inkább a naprendszer, mert a naprendszer objektumai azok ugye természeténél fogva mozognak, tehát nem olyan könnyű őket azonosítani, mint egy álló csillagot, hogy oda nézek és ott van. Tehát ezeket meg kell keresni, ezeket a nap körül keringő, ma már millió számra ismer, de még sok millió számra létező égitesteket. És ezt régi hagyományok alapján mind a mai napig lehet űzni, és ezt az ipart űzöm én is, próbálom felderíteni a naprendszereknek ezek az apróságait. Ezek több helyen fordulnak elő a naprendszerben. A legismertebb az a kőzet, a négy kőzet és a négy gázbolygót választja el, a kisbolygóknak a fő övezete. Itt lehet kutakodni. Ugye néhány évtizede, már itt a Neptunuszon túl, hát itt a kis Plutócska fel van tüntetve, de ugye ma már tudjuk, hogy ez egy hatalmas külső kisbolygóövnek a része a Plutó. Itt lehet kutakodni, de ehhez mondjuk a magyarországiaknál nagyobb távcső kell, mert ezek a hatalmas távolság miatt halványka égitestek, illetve, ami különösen izgatja az emberek fantáziáját, és újabban az enyémet is, azok itt ezek a piros, ezen a lőlapon ezek a piros égitestek, ugye a zöldek vannak a Mars és a Jupiter között, ezen az animáción, itt vannak ilyen kis üstökösök, meg itt ilyen érdekes felhők a Jupiter pályája mentén, az majd egy másik előadásban, de ebből a zöldből bizony itt átjárják ezek a pirosak, és a pirosak azok, amelyek a Mars pályáján is belül jutva, itt a belső bolygókat, és köztük minket is veszélyeztetnek, ugye meg lehet kérdezni erről a dinoszauruszokat, vagy hát mondjuk a krokodilokat, hát ha szájhagyomány útján ugye megvan a, nekik még a 65 millió éves sztori. Ez itt a külső része
a naprendszernek, ugye Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és itt a pirossal a Plutónak a testvérei, itt valójában még a ma ismertnél sokkal kisebb számban, és akkor még itt üstökösök is szaladgálnak mindenfele. Szóval a naprendszer, a nap és a nyolc bolygón kívül tele van mindenféle hulladékkal, törmelékkel, kővel, jéggel, sziklával, szénnel, szilikátokkal, és ezeknek az apró égitesteknek a felfedezése, legalábbis a Mars és Jupiter közötti térségnek a felfedezése, az több mint 200 éves múltra tekint vissza, bár már az 1600-as években Kepler, mikor ugye rájött, hogy hogy is sorakoznak a bolygók, milyen távolságra egymás mellett, már neki is szemet szúrt, hogy a Mars és Jupiter között túl nagy ugrás van, tehát oda kéne még egy bolygót betenni, hogy valamennyire harmonikus legyen a naprendszernek a képe, de 200 évet, majd 200 évet kellett rá várni, hogy meg is találják itt az első égitestet. Már a nyomában voltak az ezt megelőző években, ugye főképp az Uránusznak a felfedezése motivált, hogy lehet olyan bolygót találni, amit korábban nem ismertünk, akkor próbáljuk megkeresni már ezt a Mars a Jupiter között keringő, vélhetően aprócska, hiszen nem látszik szabad szemmel, de valóban létező, gondolták, hogy talán valami szétrobbant bolygó, és ugye maga Piazzi nem tartozott a kereső csapat közé, ő csillagokat, csillagtérgépet készített, de az új évszázad első hajnalán, a Bika csillagképben, első estején a Bika csillagképben felfedezett egy kis pöttyöt, és aztán hát rájött, hogy ez a kis pöttyöcske mozog, ez lett az első kis bolygó, de mivel aprócska volt és halvány, és sejtették, hogy esetleg itt valami szétrobbant égitest van, nem állt le az égi rendőrségnek nevezett csapat, és kicsit több mint egy évvel később a német Henrik Olbers megtalálta a második apró égitestet a Mars és a Jupiter között, és ezt követően, ugye Olbers talált még egyet, egészen négy égitestig jutottak, 1804-re minden évben találtak egy-egy égitestet, ezután évekig nem sikerült további rakadni, úgyhogy leálltak a kutatással, úgy gondolták, hogy akkor négy darab bolygóra, kisebb égitestre szakadt ott az a planéta, aminek kell lennie. Aztán 1848-ban egy német postamester, egy amatőr csillagász felújította ezt a keresést, az ő elődök módszerével úgy gondolta, hogy hát érdemes még ott keresni, és siker koronázta munkát, megtalált az ötödik kis bolygót, és aztán így szép sorban elkezdett nőni a számuk, és egy ideig ott a Mars a Jupiter között voltak, ahol a helyüknek kell lenni, de aztán 1898 nyarára eljutottunk oda, hogy immár a föl látszik a 433-as sorszámú, tehát a több száz kis bolygót fedeztek fel ebben a tartományban, Érosz volt az első, amelyik igazán renitens módon viselkedett. Itt ez a Q-val jelölt szám, az a perihélium a napközelpont távolságát jelzi, és ez az 1,13 csillagászati egység. Ez mutatja azt, hogy ez már egy föld közeli égitest. Ugye a Mars az 1,52, tehát másfél csillagászati egységre van, másfélszer olyan messze van a naptól, mint a föld. Hát látszik, hogy ez bőségesen beljebb kerül, úgyhogy ez lépte azt az akkor talán még nem létező, a ma már definiált határt, hogy ami 1,3 csillagászati egységnél beljebb jut ilyen kis bolygó a nap közelébe, azt mind földközeli égitestnek tekintjük. Ez egy jó nagy, több kilométeres égitest, de hát látszik, hogy azért kívül marad a földpályán, tehát ez nem veszélyeztet minket becsapódással, de azért tartják nyilván, mert hosszabb távon nagyjából ezek azok az égitestek, amelyek besodródhatnak, csökkenhet a napközelpontjuknak a távolsága, leginkább a Jupiter miatt, és veszélyessé válhatnak. Persze ez igazából egy ilyen égitest esetében ez 10 000 éveket jelent, de azért jobb számon tartani őket. Szóval még a 19. század vége előtt megvolt az első földközeli égitest, de az első igazi keresztezőre, megint egy német csillagász munkájára kellett várni, az 1930-as évekig Karl Reimuth, igazán németül kinéző német csillagász volt a szerencsés, aki két határt is áttört ebben a témában. Egyrészt 1932-ben megtalálta az Apollo nevű égitestet, ami az első olyan volt, amely valóban
Tehát nem csak megközelítette a földpályát, hanem tényleg keresztezte, és egyből nem, hogy a Földnél, de még a Vénusznál is közelebb jutott a naphoz. Távolban pedig a Marson kívül, látható, hogy a Mars a Jupiter közé eljut ő is, sugallva, ami a valóság lehet, hogy a kisbolyóknak a biztonságos fővéből szabadul ezeknek az égitestőnek a nagy része, úgyhogy valami módon a Marson kívül húzódó közel kör alakú pályájuk ilyen elnyúlt lapossá válik, és a napközelpontjuk betolódik ide a belső bolygók környékére, és aztán 5 évvel később egy őszi estén a Heidelbergi Obszervatóriumból megtalálta a Hermészt Rendmut, és az első olyan égitest volt, amelyik ténylegesen, ugye az Apollo az viszonylag messze volt, csak kiszámolták, hogy közel jön hozzánk, a Hermész, ami néhány száz méter átmérőjű, az viszont ténylegesen a holttávolságának kétszeresére haladt el mellettünk. Ez nagyon nagy meglepetést keltett. Nem gondolták, hogy van ilyen az, hogy ilyen viszonylag hamar találtak egy ilyen égitestet, az azt sugallt, akkor még nagyon kevés ilyen Apollo-típusú kisbolyót ismertek, és hogy a kevés között egyből akadt egy olyan, amelyik közel jön a Földhöz, az azt sugallta, bár ugye egy égitestből nehéz statisztikát csinálni, de a csillagászok azok mindenféle elvetemült dologra képesek, például egy égitestből statisztikát csinálni, az sugallta, hogy ez nem lehet olyan nagyon ritka esemény, vagy óriási szerencséje volt Rendmutnak. Ugye látod, hogy azért is ez már 69 ezeres a sorszáma, jó nagy, az Apollónak még 1800, és ez azért van, mert ez egy apró égitest volt, és ahogy elment a Föld mellett, nagyon sokáig nem találta meg, aztán talán csak a 2000-es években sikerült újra megtalálni, tehát sok-sok évtizeddel az eredeti észlelés után, és csak akkor kaphatta meg a sorszámát. A kisbolygó. Ugye 30-as éveket írjuk, azért már szépen szaporodik a számuk, de közben történt egy érdekes esemény 1908. június 30-án, ugye nyári napon, nyári fehér éjszakán, ugye a sarkörön túl, a Szibériában egy hatalmas robbanás rázta meg a tajgát. Nem volt sok szemtanú, nem voltak áldozatok, de egy hatalmas tűzgömböt figyeltek meg az égen végigszáguld, de a nap fényével vetekedett, majd egy óriási robbanás volt, és hát a transzszibériai vonatról, meg ilyesmi helyekről látták az eseményt, de hát ugye akkoriban nem volt könnyű utazgatni, ráadásul ugye itt utána kitölt némi forradalom is Oroszországnak a területén, úgyhogy csak a 20-as években jutottak el először a területre, de hát ugye döbbenetes hát látvány fogadta őket, még akkor sok-sok év vagy évtizedekkel később is, bár már látszik, hogy ugye elkezdett újra sarjadni az erdő, elkezdtek kinőni a fenyők, de egy hatalmas, több mint 2000 négyzetkilométeres területen letarolt erdőt találtak azon a helyen, ahonnan ezt a robbanást jelentették, hogy volt. A fák, mint a gyufaszálak egy irányba álltak, és ezen a felvételén az is látszik, hogy a gyökerek ki vannak itt tölve, tehát gyökerestül döntötte ki a fákat valamiféle hatalmas robbanás, hát itt különböző fotókat készítettek a tájékon. Ugye az esemény után sok-sok hát ilyen fantasztikus elmélet is napvilágot látott az ezt következő évszázadokban. Én is ilyesmiken nőttem fel, mikor elkezdtem csillagászkodni, ugye a 80-as évek végén, akkoriban különösen kezdtek beáramlani aztán a 90-es évek elején a mindenféle olyan könyvek, amelyek ilyen egzotikus elméleteket mondtak, hogy mi ez. Ugyanis, bár minden jel arra volt, és a beszámolók is, hogy egy hatalmas meteor robbant itt föl, de a kutatók többszöri expedíció és nagy viszontagságok, ugye itt a nyári időszakban milliárdnyi szúnyog van, és úgy kell kutatni, után sem egy fia meteort, vagy meteorikus testet sem találtak a tájon. Tehát nem volt meteorkráter, nem voltak meteoritok, még meteorport sem nagyon tudtak azonosítani, úgyhogy
Hát ezt az ilyen, mire hajlamos, hogy ezt meglovalni képes emberek, aztán mindenféle fantasztikus dolgokat kitaláltak, hogy a Föld légkörébe belépő mini fekete lyuk robbant föl, vagy ugye a szokásos, hogy egy földönkívüli űrhajónak a hajtóműve robbant föl, és az okozta ezt a dolgot. Mindez azért volt, mert ma már tudjuk, ezt lehet modellezni, meg ma már a nagy esetszám miatt ezt látjuk, hogy léteznek olyan körülmények, lehet olyan porózus egy nagy darab égitest, ami eléri a Föld légkörét, hogy például erről is azt fejtezzük, hogy olyan 50-60 méter átmérőjű volt, de hogy nem marad utána semmi, a légkörben teljesen meg tud semmisülni. Ez akkor még nagyon furcsa volt, ismerték a vasmeteoritokat, kőmeteoritokat, ilyen kődarabokat, de azt látták, hogy azok lehullanak. Tehát jön egy meteor, ami eléri a Földet, akkor az egyben marad. De akkor még nem tudták, hogy amit ma már helyszíni vizsgálatokból is látunk, elég csak mondjuk a Churyumov-Gerasimenko üstökösre gondolni, hogy léteznek olyan égitestek, amik egészen ilyen porózus, szenes, nagyon gyöngén összetapadt szerkezetűek, és ezek képesek úgy a légkörben felmelegedni, átforrósodni, és aztán fölrobbanni, hogy gyakorlatilag csak por marad utánuk. És ezt tapasztalták is, ugye 1908 nyarán, a következő hónapokban rendkívül világító felhők, nagyon világos éjszakák voltak, ahogy a Föld légkörében lévő szétszoródó por aztán Európa fölé sodródott, és ugye az európai fővárosokban gyakorlatilag nem sötétedett be, mert olyan erős világító felhők voltak. Szóval már tudjuk, hogy ez egy 50-60 méter átmérőjű, valószínűleg üstökös eredetű, nagyon porózus szerkezetű égitest lehetett, ami 2150 négyzetkilométeren letarolta az erdőt. Hát ez egy olyan szép nagy szám, de valójában mekkora? Hát ez akkor gondolkoztatja el igazán az embert, hogyha ezt a 2150 négyzetkilométert mondjuk rárajzolja Rómának a térképére, Olaszország fővárosának a térképére, és hát bizony bőségesen letakarja, még az elővárosokat is beteríti. Magyarán, ha egy ilyesmi egy lakott település fölött történik, akkor bizony igen komoly galibát tud okozni, különösképpen, hogyha váratlanul tör rá egy ilyen városra. Szóval igencsak, ugye hát a 1908-ban ezt még nem tudtuk, meg aztán Reinhold felfedezésénél is, de azért az évtizedek alatt kiderült, hogy bizony jó lenne földelíteni itt a környezetünkben lévő tájékot, mert hogy vannak égitestek, amelyek megközelítik a Földet, és bizony becsapódás nélkül is tudnak nagy-nagy galivát okozni. Ez egy viszonylag frissebb felvétel, ugye itt viszonylag lassan történnek a dolgok az alacsony hőmérséklet miatt, ma már szép nagy az erdő, de még mindig ugye nem bomlanak le, még mindig ott vannak a régi, most már évszázados fenyőtörzsek ezen a tájékon kidőlve, hogy az erdő az már begyógyította a sebeket. Na és hát ennek mentén folytatottak a kutatások, amik igazán azért a 90-es, 2000-es években a digitális detektoroknak a megjelenésével kaptak hatalmas lendületet. Itt látható a bal oldalt ez az előző ábra, amit mutattam. A jobb oldalt pedig nagyon érdekes egy a WISE nevű infravörös műhold, ahogy elkezdi a működését, ugye az a két fehér ilyen pászma mentén vizsgálja az eget, és ahogy szépen a Földdel együtt kering a nap körül évről évre, mutatja, mindig megjelennek azok az égitestek, amiket észlel, meg részben felfedez, és szépen ez a műhold, csak ő maga több százezer égitestet észlelt, és ma ott tartunk, bár vannak ennél frissebb számaink is, hogy már több mint 1,2 millió egyedi égitestnek ismerjük a mozgását a naprendszerben. Óriási számuk van, és ennél sokkal többet észleltünk már, de ezek azok, amelyeknek a pályája is megvan. Ebből ezzel a NEO névvel, ez sokkal előbb volt, mint a Matrix sorozat, tehát már sokkal előbb így hívjuk őket, Near Earth Objecteknek, tehát földközeli objektumoknak, valójában már 30 ezer fölött van a számuk, és ismerünk még kicsit több mint 4 ezer üstököst, és ezekről az 1,2 millióról több mint 350 millió észlelést őriznek a csillagászatnak a végtelen számoszlopokat tartalmazó adatbázisai. Tehát ez egy hatalmas ilyen gyűjtő és kutató és nyilvántartó munka. Nem egyszerű, de hát ma már a komputerek ebben nagyon-nagyon sokat segítenek. És akkor megmutatom, hogy ezen vannak a ma megnézett számok, pontosabban ugye november 6-án volt utoljára
kisbolygó, föld közé egy kisbolygó bejelentés, ugye most telehold van, és ilyenkor állnak a programok, ugye nehéz őket követni, bár tegnap a teljes holdfogyatkozás alatt, abban a sötét egy-másfél órában beindították a távcsöveket a nagy kisbolygó kereső programok, és Arizonában például több földközeli kisbolygót találtak abban a másfél órában, amíg sötét volt az égbolt, mert eltűnt róla a telehold a holdfogyatkozásnak köszönhetően. Tehát vannak ilyen apró keresési trükkök is, és itt látható az, ugye az évszám, ugye amit mondtam, hogy igazán a 2000-es években indult tetemes növekedésnek a Földet is megközelítő, az 1,3 csillagászlétségen belüli égitesteknek a kutatása, és olyan, hogy még mintha mindig ez a görbe, ez gyorsulna, tehát emelkedne, tehát ma is egyre is újabb és újabb távcsövek lépnek be a kutatásba, és itt érdekesen szét van bontva a teljes szám, ugye az 1 kilométernél nagyobb, meg a 140 méternél nagyobb égitestekre, hogy az 1 kilométereseket tekintjük, az roppant veszélyesnek, és a 140 méternél nagyobbak azok, amelyeket nagyon szeretnénk még ebben az évtizedben megtalálni, mert ezek nagyon nagy bajt okozhatnak, ez egy ilyen határ, az első lépcső, hogy valahogy a munkát be tudjuk osztani, mert egyébként nagyon nagy mennyiségű égitestet kell megkeresni, hiszen láthatjuk, hogy ugye a Tunguszka meteor 50-60 méterével milyen galibát okozott. Ami ebben a keresésben jó hír, hogy egyrészt már ezeknek a 140-es métereseknek a felfedezésének a száma nem növekszik olyan nagyon, tehát megállt a gyorsulva növekedés, illetve az, hogy az 1 kilométereseknek a száma az nagyon-nagyon régóta, most már az elmúlt 10 évben szinte alig növekszik. Ugye miért az újonnan terület, miért nem növekszik? Hát azért, mert nem találnak újabb ilyeneket. Miért nem találnak újabb ilyeneket? Hát azért, mert a döntő részüket már ismerjük. Ez az ábra, ez a statisztika azt sugallja, hogy ilyen világvége méretű robbanás, világvége méretű égitest, egy 1 kilométeres égitest egy teljes Magyarországot képes lenne letarolni, az már nem fog váratlanul a fejünkre esni, mert ezeket ismerik a csillagászok, és reménykedünk abban, hogy ezt a 140 méteres, a narancssárga tartományt is ennek az évtizednek a végére sikerül legalább ilyen 95% környékére tolni az ismerteknek a számát. No, hát ebben a munkában veszek részt én is, vesz részt Magyarország, vesz részt az én munkahelyem, a Konkoly Obszervatórium. És ugye ismerünk olyat ezek közül a 30 ezer közül, amelyik becsapódással fenyegeti a Földet, de a következő 100 évben ezek közül egyik sem veszélyezteti becsapódással a Földet. Viszont már 5 olyan égitestet is felfedeztünk, ami ezt megteszi, tehát ami becsapódással fenyegette a Földet. Ugye mi ez az ellentmondás, hogy én azt mondom, hogy ezen az ábrán nincs, meg most nem ismerünk, de 5 már ilyen felfedezésre került. Hát úgy, hogy 5 olyan kis bolygó volt, amit megtaláltak a csillagászok, és már be is csapódott. Ezek mind általában néhány órával, vagy néhány nappal a felfedezésük után megtörténtek, azért nem hallunk tömeges kihalásokról emiatt a hírekben, mert ezek szerencsére mind apró égitestek voltak. Az első ilyet azt 2008-ban találták, 2008 TC3 romantikus nevű égitest, 2008. október 6-án fedezték föl, ott így dolgozom én is, ugye a csillagos háttér, készülni 3-4 felvétel az égboltról, és keressük rajta a mozgó pöttyöket. És ott találták ezt a mozgó pöttyöt, tulajdonképpen semmi különös nem volt benne, olyan volt, mint a többi 1 millió vagy akárhány, amit találtak, még csak különösebben gyorsan sem ment, mert ugye a felvételek között viszonylag hosszú időt telik el, de nem húz csíkot a képen. Ám amikor elkezdték követni és kiszámolták a pályát, akkor kiderült, hogy október 7-én, egy nappal később, bár igyekezett elkerülni a Földet, majdnem elment mellettünk, de végül a Föld gravitációs tere kicsit meghúzta ennek a pár méteres égitestnek a pályáját, és becsapódott, elérte a Föld légkörét. Olyan 3-4 méter átmérő volt, kb. 80 tonnás. Hát ez méret rá, 80 tonna, ez egy nagy mozdony, gondolom. Azt szerintem egy 6 tengelyes, az körülbelül ilyen tömegű lehet. Szóval ez volt az első becsapódás. Maga az esemény az lakatlan terület fölött történt. Ez itt a Szahara, ez Egyiptom, ez meg Szudánnak a határa, ez itt a Vörös-tenger. Teljesen lakatlan területen.
Ezekkel a becsapódásokkal, vagy veszélyes eseményekkel az a szerencse, hogy a Föld felszínének valójában 1%-át lakjuk csak mind a mai napig. Ez azt jelenti, hogy eleve az óceánok kétharmad a Földnek kapásból kiesik, de sivatagok, hegyvidékek, meg hisz Magyarországon is, ugye szántóföldek vannak, erdők. Tehát valójában, ahol lakott területre tud esni egy égitest, az kicsit több, mint 1%. Magyarán minden 100 veszélyes eseményből elfben statisztikailag csak egy történik lakott terület fölött. Ez is azt bizonyítja, hogy teljesen kietlen tájon történt, de mivel nem volt elég idő, és ez egy eléggé lakatlan terület, ezért magát a jelenséget a Föld felszínéről nem látták, ugye, hogy fölizzik, ez egy klasszikus, ez egy hatalmas tűzgömb az égen, de műhold felvételeken például pont akkor egy infravörös műhold felvétel készült, miközben ez az égi test valószínűleg olyan 5-10-15 másodpercig forrón izzó állapotban repült a légkörbe, és szépen az éjszakai infravörös felvételen látszott, ugyanis akkor éjszaka volt, és végül egy olyan 1-2 ezer tonna TNT robbanóanyag erejének megfelelő robbanást produkált a légkörben. Hajnalra értek csak ki a Kairói Egyetemről csillagászok, úgyhogy magát a jelenség, éjszakai jelenséget nem látták, de azt a por felhőt, porsávot, ami leizzott, lebomlott a légkörben, ugye a légkör felső rétegeiben erről az égitestről, azt szépen le tudták fotózni. Ugye, mivel több méteres égitestről van szó, itt nagy esély volt arra, hogy meteorit hullás is történt. Ugye, milyen jó, ha az ember egyetemen tanít, akkor összeszedi az egyetemistáit, meg a doktorandusait, bepakolja egy buszba, kiviszi a sivatagba, csatárlánc, és akkor hús meteoritot keresni. Ugye, ráadásul ez egy nagyon jó, az szint gyakorlatilag ideális tájék, hiszen egy ilyen homok sivatag, ráadásul sárgás, nem is valami kősivatag, ahol a frissen lehullott erdben fekete kérgű meteoritokat tök könnyen meg lehet találni, és végül is itt a kereső csapatok sikerrel is jártak. Sikerült, úgy tudom, legalább több tucatnyi meteoritot itt a sivatagba összeszedni, ami ebből az égitestből van. De ismét ezt felfedezték az Egyesült Államokból még a világűrbe, ahogy közeledett a Földhöz, aztán belépett a Föld légkörébe, egy hatalmas tűzgömb volt, ami nagyokat orbitozunk a táborokon, de talán még annál is nagyobb, mint az észlelő táborokon van, majd szétrobbant a légkörben, és klasszikus módon a darabjai meteoritokként elérték a Földet, és ezt szépen begyűjtötték, ugye 600 darab, 10,5 kg, és hát a szürke piacon, ez az almahatasitta néven, vagy nem tudom, hogy ejtik, ezt valójában meg is lehet szerezni, hogyha valakinek a pénztárcájában van kedve nyúlni, hiszen nyilván ezek nyilván kiszivárognak az országból. Ezután sok évig csönd volt, kellett várni pár évet, 2014-ben jött a következő, ez nem volt annyira látványos, mert csak későn azonosták, nagyon kevés felvételünk van róla, úgyhogy a becsapódás helyét is csak egy az a hosszú kék csíkba tudták meghatározni, és igazából már a megfigyelések után, erről kicsit lemaradtak a csillagászok, de végül a piros pötynél érte el a Földnek a légkörét. Honnan tudjuk ezt, hogy ott ért el? Hát ott, hogy ezeket a robbanásokat, majd később erről részletesebben mesélek, ma már mindenféle módszerekkel, például infrahangdetektorokkal, sőt a világűrből a Föld felszínét, a meteorológiai műholdakon vannak ilyen felvillanásérzékelők, villámokat, különböző légköri fényeket figyelnek, azok a meteoritoknak, a meteoroknak, meteorrobbanásoknak a fényét is tudják érzékelni. Ez volt a második, de ez nem volt olyan nagy, aztán 2018 nyarán itt a képen találtak egy következőt, ez már érdekesebb volt, ez hogy éjszaka jött Hawaii-ról fedezték föl, innen ugye az indiai óceánon túlról a csendes tavon megtalálták éjszaka, és aztán, hogy közeledett a Földhöz, itt Afrikában ért végül is Földet. Erről készültek felvételek Namíbiában, meg Farról, meg a dél-afrikai köztársaságból. Ugye hát ez igen, tanyákat megfigyelő biztonsági kameráknak, ugye ott jobb fölül, van részelem. Itt ez az éjszakai jégbolton fénylő hatalmas tűzgömb, és végül ezt a szárazföldre hulló meteoritot is sikerült begyűjteni, ugye itt vigyorgó európai csillagász, illetve a vigyorgó afrikai vadőrök, mert hogy ez a hullás egy nemzeti parknak a területén történt, ahol ugye szabadon vadállatok, oroszlánok,
rohangálnak, úgyhogy a meteorit keresés az úgy volt, hogy a csillagászok meg a meteorit keresők fegyveres vadőrökkel járták a szavannát, nehogy valakit leharapjon egy oroszlán. De végül néhány apró darabot ebből az égitestből is megtaláltak, és aztán 2019-ben volt a negyedik ilyen becsapódás, ez megint egy kevéssé észlelt, erről nagyon kevés megfigyelés volt. Igazából mire bejelentették a csillagászok, hogy becsapódik, már ez meg is történt, mert ennek az Atlas projektnek a képeit kicsit lassan elemzik a csillagászok, és itt is infrahang meg radarmérésekből tudjuk, hogy ezen a sáv mentén, amit előrejeztek itt a Karib-tengerben történt a robbanás, úgyhogy ez is valahol a tenger mélyén pihennek ezek a darabok. Tehát a négyből kettő a szárazföldre esett, azt meg is találták, ami nem óceánba hullott. Úgyhogy ilyen szempontból ügyesek vagyunk. De mindeközben történt egy egészen váratlan és drámai esemény. 2013. február 15-én csikorgó a fagyos napon, ismét Szibériában jár, ugye most nem szúnyogokkal teli nyárban, hanem mínuszokkal teli tél. Föl se kell igazából a nap, tehát itt már reggeli órákat írjuk, de hát ezen a tájékon ez nem történik meg, és talán el tudom indítani. Igen, és hát már 2013-ban is sok teskam volt autókon. Ez teljesen valós időben. Le is szabályozott a kamera. Egy hatalmas a nap. Egy hatalmas napfényességi tűzgömb robogott át az égen, hatalmas füstnyomot hagyott. Ha, ott van jobbra. Ezen a képen csak kicsit látszik, ott hullik. Nagyon messze is látszik. A hatalmas füstnyomot hagyott ez a még egyszer az égen. Majd, mikor ezt a füstnyomot, ugye a róla levált... fotózták, hogy hű, vajon mi volt ez, akkor megérkezett a lökéshullámfront, ami az erdőt is kidöntötte. Kicsit több, mint 100 évvel korábban, ugye a Tunguszka folyó mentén. Az volt a szerencse a szerencsétlenségben, hogy ez nem 50-60, hanem a mai becslések szerint csak egy 15-16 méter átmérőjű. Tehát a terem talán még ennél is nagyobb, de nagyjából ilyen nagyságrendű égitest volt. Ezért csak néhány ezernyi ablakot tört be Cseljabinszk városában, és kb. 1000 embernek okozott vágott sérülés, de szerencsére halálos áldozatot nem. Ugye bekövetkezett az, ami hiába csak 1%-a lakott a Földnek, és a maga a meteor, amit szintén megtaláltak, illetve több meteorit, amit szintén megtaláltak, az messze a városon túl zuhant le, de pont az a robbanás, ami szétdarabolta az égitestet, az pont lakott terület Cseljabinszk városa fölött történt, és a légnyomás hullám elérte a települést, és bár szerencsére halálos áldozatot nem okozott, de bizony betörte az ablakokat, ugye látszik itt a takarításnak a nyoma, meg egy használaton kívüli gyárépületet is, ami már eléggé roskatag volt, ez a légnyomás lökéshullám beomlasztott, de ott abban már nem dolgozott semmi. Úgyhogy ez egy nagy globális esemény volt, és felhívta a figyelmet arra, hogy igenis érdemes és kell kutatni ezeket, mert a statisztikailag nagyon kicsi valószínűségű dolog, és időnként bekövetkezhet. Ugye annyi üröm az üremben, hogy ha statisztikát nézzük, akkor ez megtörtént Cseljabinszk fölött, gyakorlatilag ugye a Tunguszka volt egy, tehát évszázadonként van egy, tehát akkor a következő 99 esemény, tehát körülbelül 10 000 év múlva várható statisztikailag, hogy ismét egy város fölött lesz egy ilyen robbanás. Ugye, ha nem rontottam el olyan a számítást, de hát ez a statisztika, lehet, hogy a következő megint város felett lesz. Úgyhogy jobb kutatgatni. És bár ez a sztoritól még nagyon messze vagyunk, akkor kanyarodjunk rá a magyar felfedezésekre. Az első magyar kisbolygókat,
azokat még Budapest mellől a Schwab-hegyről lehetett felfedezni. 30-as, 40-es években történt ez, akkor még annyira, ugye fönn a Schwab-hegy annyira relatíve kicsi volt a város, nem volt kivilágítva, nem volt annyira közvilágítás, hogy Kulin György nevű, hát akkor már nem is annyira ifjú, 30-as éveiben járó gyakornok beleszerelmesedett a csillagászatba és a kisbolygó vadászatba, és itt ezt a sort rakta össze egy körülbelül 5 éves munkával, egy nagyjából 200 felfedezését ismerik el, sokkal több új égitestet talált, de aztán nagyon sok elveszett, és abszolút ilyen személyes élmény, hogy azok a lemezek, az a több ezer fotólemez, amit a Kulin György csinált, azok nagyon sokáig az ELTE-n a csillagászati tanszéken voltak. A 70-es években kerültek le a csillagvizsgálóból, ahol én most dolgozom a tanszékre, de idén megérett az idő, hogy ezeket visszahozzuk és elhelyezzük ott, ahol készültek, és épp most rendezgetem ezeket a lemezeket, úgyhogy tegnap az 1937-ben készült néhány száz lemezt raktam sorba, és nagyon jó érzés volt megfogni ezeket a régi fotólemezeket, rá vannak írva ezek a kódok, meg nevek, amikor ennek, hogy Kulin saját kezével, a Kulin Györgynek, ahogy vezette a naplókat, meg írta rá kis papírt tosakokba, amiben egyesével ezeket a lemezeket, a több ezer fotólemezt tároljuk. Szóval érdekes volt ezeket átnézegetni, és hát még majd a következő évek még előttem vannak, hogy ezeket rendezgessem. És külön örülöm, hogy hát itt ugye látható ezek a 1400 körül volt a 30-as évek, ezek, amik hamar megkapták a számukat, és ő maga Kulin György nevezte el, ugye Pannonia Corvina, ilyen magyar eredeti nevek, de aztán itt később ugye voltak olyanok, amik elvesztek, és ez a 3000-es, 7000-es sorszám, ez már inkább a 80-as, 90-es években kerültek be a katalógusokba, és nekem külön öröm, hogy a legutolsó, nagyon-nagyon sokáig elnevezetlen kis bolygójánál végül is nem én forszíroztam, tehát saját magáról senki nem veszett el kis bolygót, amit felfedez bárki más végén, de saját magáról nem, de persze a csillagászok ügyesek, mert elnevezgetik egymásról a saját felfedezésüket. Ugye akkor, amikor ez történt pár éve, ugye Gyurka bácsi már nem él, ezt tudjuk, de javasolták többen is, hogy akkor az utolsó elnevezetlen, akkor viselje az én nevemet, és ez nagyon, nagyon jó kis folytonosságot mutat, hogy végül sok szempontból, ilyen előadói, népszerűsítő, meg kutatói szempontból is ilyen példakép ennek az utolsó kis bolygója végül az én nevemet viseli. Ugye 41-42-ben véget érnek ezek a kutatások, a háború véget vet a Schwab-hegyen a kutatásoknak, ugye légvédelmet is telepítenek, aztán azt hiszem a Budapest elfoglalása után egy szovjet lovas csapat, lovas századot szállásolnak be a csillagvizsgálóba. Szerencsére úgy tudom a sztorit, hogy a parancsnokuk az egy nagyon művelt szovjet-orosz tiszt volt, és mind a mai napig megvan az a Ciril betűvel írt tábla a csillagvizsgálóban, ami ki volt a könyvtárra szögelve, hogy bárki, aki fosztogatni mer a csillagvizsgálóban katona, az statáriális halálbüntetés. Úgyhogy így a csillagvizsgálónkban megvannak a lemezek, megmenekültek a sárgarésztávcsövek is, és a könyvtárunk is, ahol több száz éves kiadványok is vannak. Tehát azokat elemelve nagy haszonra tehettek volna szert ugye a katonák, vagy befűthettek volna éppenséggel, de szerencsére emiatt nem történt be, hogy a második világháború egyébként nagyon sok csillagvizsgálót porig rombolt Európába, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az ezért megmenekült. Ami véletlenül viszont nem menekülhetett meg, az ugye Budapestnek a fejlődése, iparosítás az 50-es években, és ugye a csillagászok világon mindenhol ugye eleinte a városokban voltak a csillagvizsgálók, aztán a városok határában voltak, és aztán a csillagászoknak el kellett menekülni a hegyekbe, úgyhogy az 50-es évek végén elkezdtek kutakodni egy sötét hegyvidéki megfigyelőhelyre, és végül a Mátrában, Piszkéstető csúcsánál találtak egy megfelelő helyet, ahol néhány év alatt felépült az obszervatórium, és elsőként 1962. június 15-én ez a szép csinos áramvonal, a Schmidt távcső, Carl Zeiss Jena által legyártva megkezdte a működését, az első, vagy nagyon sok ugye a gyakorlatilag ekkor már 30-40 év eltelte óta az első modern nagy csillagászti beruházás volt.
kereke 60 éves a távcső, vagy idén nyáron volt, én is mind a mai napig ezt a szép távcsövet használom, megőrizték, működőképes állapotban van, persze már szinte minden motor, minden ki van benne cserélve, de az optikák, a tubus, ilyesmi az mind a mai napig az eredeti. És ugye ennek az volt a trükkje, ez a hármas szám, ugye általában egy távcsőnél csak két szám van, aki a motorcsőnek, ez valami per valami, ugye a száma. A Schmidt távcsőnek három száma van, mert hogy ebben két optika is van, ráadásul az egyik az egy lencse, a másik meg egy tükör, tehát nem két tükör van benne, mondjuk, mint egy Newton távcsőben, vagy egy akármilyen tükrösben általában, ha csak nem döntött tükrű távcső, hanem egy lencse meg egy tükör, és ez a lencse, tükör, tükörfókusznak a három száma, tehát ez egy 60 centis lencse van az elején. Szerintem nem, nagy, nem néz ki, hogy ez a legnagyobb optikai lencse Magyarországon, legalábbis távcsőben biztosan, és ez a spéci elrendezés azt biztosítja, hogy ez a 60 centis távcső 5x5 fokos látómezőt ad. Tehát egyetlen egy fotón hatalmas területet lehet az égből rögzíteni, és hát akkoriban még a klasszikus ugye, csillagász munka kint a fagyban, ugye csinálni ezeket a nagy súlyos fémkazettákba betölteni, üveglemezeket, még klasszikus csillagtérképet használtak nyomtatva, ugye nagy ilyen nemes csizmák, ezt úgy tudom, hogy ezt nem is katonasra, hanem inkább villamosvezetők használták az 50-es, 60-es években, de voltak fűthető kabátok is szintén a Német Demokratikus Köztársaságból, idősebbek majd elmondják a fiataloknak, hogy mi az a Német Demokratikus Köztársaság, amit például a meteorológusoktólnak gyártottak, de a csillagászok onnan is vettük, 12 voltba be lehetett dugni a távcsőbe, és akkor ilyen fűthető kabát, amit ilyen hegyvidéki meteorológiai műszerek leolvasására fejlesztettek. És akkor ezzel a távcsővel elindult az égboltnak a vizsgálata, hogy ilyen nagy látómezői távcső mire jó. Ez általában rossz felbontással képezi le az eget, azért hiszen nagyon rövid a távcsőnek a fókusza. Viszont hatalmas területet, ezzel keresni jó. Mit kell keresni? Hát a csillagvizsgálónak nem a naprendszer objektumai voltak a profil, hanem a változó csillagok. Ugye Detre László az ikonikus igazgató érdeklődése inkább a változó fényű csillagok felé mutatott, és ezzel a távcsővel pedig elkezdtek szupernovákat keresni, nagyon érdekes objektumokat, ugye a több 10-100 millió, akár olykor-olykor még milliárd fényérőlő galaxisokban felrobbanó, megjelenő csillagoknak a kutatása volt a fő profil évtizedeken keresztül ezzel a távcsővel. Ezt Lovas Miklós csillagász végezte igen nagy elánnal, mondjuk, hogy ő volt a következő Kulin György, de a fotók készítése közben megtalálta ezzel a Schmidt távcsővel az első magyarországi föld surroló kis bolygót is, 1982. januárjában, ugye ez is, ha jól sejtem, évfordulós, ez 40 évvel ezelőtt történt. Az egyik fotólemezen nem egy új csillagot, hanem egy ilyen picike csíkot vett észre a felvételeken, a csillagok között, és mivel mindig két felvételt csinált egymás után, pont azért, hogy a mozgó objektumokat, kisbolyókat ki tudja szűrni, és ne legyen fals szupernova bejelentés, ezért két felvételt csinált, és ez a kis hurka, ez elmozdult a két kép között, tehát nem is egy karc volt a lemezen, amik azért előfordultak, hanem bizony ez a később Eger névre keresztelt kisbolygó, és ez egy elég komoly földközeli égitest, ugye másfél kilométer átmérőjű, az már egy tisztességes méretű égitest, és bár 0,9 csillagászt egységig jut, tehát a földpályán belül kerül, de úgy el van billenve a pálya, hogy egyébként a földet eléggé jól elkerül, tehát nem veszélyeztet minket, 1,6 év alatt kerül meg a napot, de mindezek ellenére, hogy most távol van tőlünk, korábban valószínűleg közel húzódott a pályája, úgyhogy azt feltételezik, mert ezt látjuk a felszínéről nagyon, ugye meg lehet vizsgálni a visszaverődő fény távcsövekkel, és elég különlegesnek tűnik a felszíne. Tehát nem átlagos kisbolygó, és ma úgy gondoljuk, hogy van egy Aubrite nevű meteorit, elég ritka meteorit fajta a Földön a meteorit gyűjtemények között, és pont olyan a fényvissza, a reflexiós tulajdonsága a kisbolygónak, amit látom a távcsőben, mint a meteoritoknak. Tehát lehet, hogy pont ez az egy kisbolygó egy ritka meteorit fajtának a forrása, amit itt a Földön megtalálunk. Szóval megtalálja az első magyar földsorolót, Lovas Miklós, de inkább is tökösnöket fedez föl, és az elmúlt években derült ki, hogy egy hatalmas lehetőséget is elszalasztott. Nem azért, mert ő ne lett volna érzéke az észleléshez, hiszen majdnem 50 szupernovát fedezett föl, hanem azért, mert ugye nem ez volt a fő témája, hogy az Androméda ködöt is
amatőr csillagász Kártya József, mert Andromeda ködöt is fotózta, hát ha ott tűnik fel egy friss szupernóva, és ez 74. december 15-én készült felvételén, sajnos már csak néhány nappal később, hiszen ezeket a fotólemezeket elő kellett hívni, gyakran elhozták Budapestre. Ugye a szupernovák azok hetekig, hónapokig látszanak, tehát ezeket nem kell feltétlenül azonnal megtalálni, lehet egy napot várni, vagy ugye nagyon fárasztó észlelni, sokszor csináltak azt, hogy amíg derült volt, addig csinálták a fotólemezeket, nappal meg aludtak, pláne télen, amikor 8 óra a nappal, és amikor beborult az ég, vagy leállt az észlelőidő, hazajöttek Budapestre, és itthon vizsgálták rá a lemezeket, és a szupernovákat be lehetett jelenteni néhány nappal a lemez készítése után is, az még akkor is ott volt a galaxisba. Ám, de a Föld közeli kisbolygók azok ugye gyorsan mennek, elsuhannak a Föld mellett, és hát sajnos egy ilyen eset miatt már napokkal később, mikor átvizsgálta ezeket a lemezeket, akkor vette észre itt ezt a fityegő, nagyon hosszú csíkot. 15 perces lemezek, hogy az Andromeda köd mérete az több fog, tehát ez nagyon sokat ment, de hát egy ilyen nagy sebesség mellett azonnal rájött a Lovas Miklós is, hogy ugyan elküldték a koordinátákat, de ez már napokkal később messze járt, nem volt rá esély, hogy megtalálják. És ez eléggé közismert felvétel volt így magyar csillagász, amatőr csillagász körökbe, talán 1990-ben a Meteornak a címlapján is, vagy belső borítóján megjelent ez a kép. Azt tudtuk, hogy Lovas Miklós, akkor hát tudták, hogy valami kisbolygó. És pár évvel ezelőtt mondtam, hogy most már csak ismerünk egy csomó kisbolygót, akkor még nem is volt 30 ezer, de akkor is már több tízezret. Mondom, megnézem én, hogy kb. Ez hol volt, a lemez készítésének az időpontja ismert, beírom a koordinátákat, amit így körülbelül leolvastam, és hát ma az interneten vannak ilyen kisbolygazonosító programok, dátum és időpont alapján megmondja, hogy van-e ott kisbolygó. És a legnagyobb döbbenetemre az eredmény az azt mutatta, hogy ez a Phaeton nevű kisbolygó, a 3200-as sorszámú Phaeton, ami egy nagyon különleges égitest, egyrészt csak 1983-ban találták meg hivatalosan. Tehát ez a felvétel, ez 9 évvel korábban készült, tehát fel lehetett volna tenni 9 évvel korábban, és ez a Phaeton, ez nem más, ugye a dátum árulkodó, december 15-e a Geminidák meteorrajnak a maximuma, a Phaeton pedig a Geminida meteornak a szülőégitestje, az egyetlen olyan, ám már az ismerünk, de mondjuk a nagy meteorok közül az egyetlen olyan, aminek nem üstökös a szülőégitestje, hanem egy kis bolygó. És ugye nem véletlen, hogy ilyen gyorsan megy, pont a Geminidákkal, hiszen ő a szülőégitest, akkor, hogyha december 15-én ez a kisbolygó Föld közelben van, ugye akkor nagyon gyorsan fog menni. Tehát itt volt egy nagy földközelsége ennek az egyébként több kilométeres égitestnek, tehát ilyen, ez egy 9-10 magnitúdós égitest volt ekkor, amiről elkerült a lemezekre, de sajnos elveszett. De ez egy nagyon érdekes ilyen csillagászat történeti érdekesség, és egyébként mutatja azt is, hogy miért őrizgetjük ezeket a fotólemezeket, és miért babusgatom én a 30-as években készült lemezeket ma is az intézetbe, mert hogy ezek a lemezek őrizhetnek olyan információkat, akár 100 év múltán is, amik igenis értékesek a csillagászat számára, és vissza lehet keresni különböző munkákat. Na szóval volt ez a fotografikus korszak, ilyen lemezeket itt lehet is érzékeny, elég nagyméretűek ezek a Schmidt fotólemezek, ilyenek készültek. De hát ennek is lejárt az ideje, sajnos a Mátrában is azért egyre világosabb volt az ég, bár szemmel nézve még ma is nagyon szép csillagos és sötét egek vannak, de ez a nagyon fényerős távcsőnek már a 90-es években is túl fényes volt az ég, pedig hol voltunk még akkor a mai fényszennyezéstől. Egyre inkább a lemezek gyakran befeketettek, nem lehetett velük hosszú időt exponálni, de szerencsére jött a CCD korszak, a digitális képfeldolgozásnak a korszaka. 1997-ben belekerült egy CCD digitális detektor a távcsőnek a gyomrába, ugye mennyivel korábban, mint ami a hétköznapokban elterjedt digitális fényképezőgépek. És már igazából ez is egy viszonylag késői dátum volt. Ugye ezek sokkal könnyebb feldolgozást tettek lehetővé, számítógépen lehetett tárolni őket, elmúlt a előhívásnak a problémája, sokkal érzékenyebbek ezek a CCD detektorok, hogy egy fotólemezen beérkező körülbelül 100 fotonból olyan 3-4-5 vált ki kémiai reakciót, tehát hagynyomot, ezek a digitális detektorok, a kezdetiek azok 30-40 fotont is érzékeltek 100-ból, a maiak azok már 90-et is képesek, tehát sokkal rövidebb idő alatt, sokkal halványabb csillagokat lehetett lefotózni. Egyetlen egy nagy hátrányuk volt,
hogy ez méretarányos, hogy még a fotólemez 16 centis és ráfért az Andromeda köd, az első CCD detektorunk az másfélszer másfél centis volt, és az Andromeda ködnek a közepe fért rá. Tehát nagyon sok látómezőt elvesztettünk, de mégis azzal, hogy egyáltalán nyertük a lehetőséget, és mert a lemezek már egyszerűen a világosodó ég miatt nem voltak használhatóak, hát lenyeltük ezt a békát, és így is sikerült égkisbolyókat felfedezni, és aztán 2010-ben, ahogy fejlődött a digitális technika, sikerült beszerezni már egy 4x4 cm átmérőt, ami mindig nagyon messze van a fotólemezes korszakodól, de azért ez már egy elég tisztességes, egyszerre egyfokos látómezőt ad, digitálisan, tehát néhány perc expozícióval 20 magnitúdos fényességet el lehet érni, ezzel több száz, több ezer kisbolygót fedeztünk fel, hiszen ugye a legújabb korszakhoz tartozik a fiatal generáció, ugye aki 98-ban megszállta a Piszkés Tetői Obszervatóriumot. Ugye én is még a boldog ifjú vagyok, és Kis László most már az intézet vezetője, főigazgató is még ifjú hallgatóként. Ugye 98-ban kihasználva az új korszakot elkezdtünk kisbolyókat kutatni. Főleg ez a fővi kisbolygókra vonatkozott. Ebből az elmúlt, hát igazából 2020-ig körülbelül 2000 darabot sikerült felfedezni, de közben, ahogy az ember kutatgat, ugye fotóztuk az eget, Mars és Jupiter közötti kisbolygókat kutatva, azért a képekre időnként rászaladtak bizony különleges földközeli kisbolygók is, úgyhogy 2008-ban meglett a második, ez még a kicsi kamerával látszik, hogy tizenvalahány év alatt egyet sikerült találni, de 2010 után a nagyobb kamerával már azért úgy évente, látszik az évszámokból, évente egy-egy földközeli kisbolygó beesett. Az, akit néznek, itt van egy ilyen csíkhúzós például, ez annyira gyorsan ment, hogy nem is maradt pontszerű a felvétel készítés alatt. Meg itt ez a halványka, ilyesmiket kell kiszúrni, évtizedek óta ilyeneket keresgetek, és még csak az egyik szemem kezdett el mostanában romlani. Ez egy nagy boldogság, ez tök olyan, ez egyáltalán nem megy gyorsan, de egyébként rossz irányba megy, tehát ez balra megy, jobbra kéne menni a rendes kisbolygónak. Tehát nem feltétlenül onnan tudjuk, hogy egy kisbolygó közel van a Földhöz, hogy gyorsan megy, néha csak onnan látszik, hogy közel van a Földhöz, hogy jó, rossz irányba megy, más irányba megy, mint a távol lévő kisbolygó. De hát ez még mindig nem túl nagy szám, évi egy földsoroló kisbolygó azért nem nevezhető nagynak, csak hogy szerencsére 2015-ben megnyílt egy pályázati lehetőség, amit 2016-ban elnyertünk, egy Európai Uniós pályázat, amit a magyar kormány ítélt oda, és sikerült egy még újabb, immár nagyon nagy méretet, tehát a tenyerébe tartja a CCD csipet egy kutató, ez már 10.560 pixel, ez már jóval nagyobb, mint ami akár egy telefonban is manapság van, ez 9x9 centinél nagyobb átmérőjű, ez már majdnem eléri a fotóelemezeknek a méretét, ugye hatalmas vákumkamrába, ez itt több mint 100 millió forintba kerül egy ilyen kamera, azért mert csillagászati és nagyon spéci dolog, de ugye mínusz 50 fok köré hűtjük, háromkörös vákumozás van, ugye ez vákumtérben vannak ezek a CCD csipek, szóval ilyen nagyon komoly berendezést sikerült beszerezni, ugye csak a fény zára az ekkora, hogy így ott így kézbe tartja valaki, tehát ez a shutterje, kellett hozzá új fókuszírozót csinálni, és bizony új felfüggesztés, mert az, ami a fotólemezeket meg a kisebb CCD kamerákat tartotta évtizedeken keresztül a távcső gyomrába, oda már ez az új CCD kamera nem fér be, és bizony ehhez félbe kellett vágni a távcsövet. Nem jó látvány, amikor évtizedeken át távcső, mert egyszer csak a műszak fogja és ketté fűrészeli, flexel, ami persze nem így történt, mert megtalálták a csavarokat, ahol ketté lehetett szedni, de egy-két hónapig így lebontva hevert a távcső a kupolában, ugye az eleje az nincsen meg, az itt szét van szórva a földön, és itt középen kicserélték ezt az egész kameratartó valami csodát ugye itt daruval, és hát ez az egész szerkezet, a távcsőnek a szétszedése, magát a Schmidt rendszer az görbült fókuszsíkot ad, ezek a detektorok meg egyenesek, tehát bele kellett építeni egy kétlencsés képsíkító rendszert, amit egy osztrák cégnek egy német optikai mérnök tervezett meg, Kínába gyártották el a lencséget, amit elküldtek Amerikába a CCD gyártónak, aki beépítette a vákum résznek az elejére az egyik lencsét, meg elé a másikat,
úgy, hogy ugye bent ilyen, nem is tudom, ilyen milliomod atmoszféra, tehát nagyon nagy vákumban, azt mondták, hogy hát ők ilyet még nem csináltak, elvben ez a lencse, ott meg volt az, hogy hány centi vastag lesz, elvben a vákum nem fogja a lencsét beroppantani rá a CCD chipre, de azért garanciát nem vállalnak. Tehát megcsinálják, de nem élhetünk garanciális izével, hogyha ha mégse bírja ki ez a megcsiszolt lencse, mert egyébként egy edzett üvegű sík kameraablakot szoktak berakni, ugye, hogy a vákumtérből kilásson előre a CCD kamera, de végül kibírta, és mai napig bírja ez a lencse, hogy az tartja a vákumot. Summa summarum, ez mind papíron létezett, meg legyártották, de az, hogy sikerült-e, ténylegesen mindenki jól számolt, és mindenki jól dolgozott, több éven keresztül, több országon átívelve, az csak akkor derült ki, mikor összeraktok a távcsövet, már belement 150 millió forint, és lenyomta az, mi van. Hát szerencsére ez volt, mindenki nagyon jól dolgozott, nagy megelégedésemre, immár 3x3 fokon, tehát ez a fotólemeznek az 5 fokos átmérőjét még mindig nem érjük el, de most már 3x3 fokon, még a sarkokban is gyakorlatilag tökéletes a képalkotás, úgyhogy szuper munkát végzett mindenki, és ez a 3x3 fok ez már azt jelenti, hogy az egyébként a kisbolygók között ugye a 2000 fővi kisbolygó felfedezésre jutott korábban ugye 8, tehát a 2000 fővére 8 földközeli kisbolygó felfedezés, a korábbi látom ezekkel, ezen a nagyon már érdemes elkezdeni földcsoló kisbolyókat kutatni, meg hát ez is volt a projektnek a vállalása, a kozmikus hatások és kockázatok címen a Földnek a megvédése, és hát némi kísérletezés után, ugye 2020 augusztusában sikerült ugye összerakni a távcsövet, és aztán 2020 novemberétől, tehát eltelt még volt pár hónap, amikor nem sikerült találni egyet se, mert hogy hát ki kellett tapasztalni a módszert. Végül 2020 novemberétől elindultak a felfedezések, itt különböző fajtáját, ide-oda fityegő, balra fityeg, jobbra fityeg, csíkot húz, van amelyiket nem is találja meg szoftver, hanem olyan neurális hálót használok, ami amatőr csillagászokból áll, élő személyekből, és ők megkapják a képeimet, akik ilyen tapasztaltak, felvidéki, de holland, meg cseh, csillagászok is segítettek kutatni, és amit a szoftverek nem találnak meg, azokat ők szabad szemmel észreveszik. Épp pár napja volt egy ilyen felfedezés. Summa summarum, jelen pillanattól, ugye a 9-től 97 felfedezésnél tartunk, tehát az elmúlt kicsit több mint két évben majdnem 90-et sikerült találni, hogy küszöbön van a 100. Én nagyon remélem, hogy most eltűnik a telehold pár nap múlva, és most novemberben lesz annyi derült idő, hogy eljutunk a 100. felfedezésig, azt majd megünnepeljük. Szerintem ez egy egész szép eredmény, ezzel már a 97-től Eurázsiában, itt Magyarországon fedezték fel a legtöbb földcsuroló kisbolygót, tehát 92-vel vezetett egy spanyol obszervatórium mostanáig, de most már Európában és Ázsiában nincsen, Észak-Amerikában és Ausztráliában van több földcsuroló kisbolygót felfedező obszervatórium, tehát most már számon tartanak minket. Különösen a 64. óta, amit idén március 11-én az esti órákban, ez 19-24 UT, az 20-24, 8:30 körül találtam a felvételeken, egy jó kis tavaszi felfedezés volt. Itt ugye klasszikusan fityeg, nincs rajta semmi olyan nagyon különleges, 64. nagyjából olyan, mint a korábbi 63, még csak csíkot sem húz, tehát szépen megtalálta a pontszerű objektumokra való szoftver, ugye 4 képet szoktam készíteni, mert 4 képen lehet biztosan azonosítani, és ugye kevés a fals detektálás. Megtaláltam ezt az égitestet, nagyon örültem neki, ugye ilyenkor megy egy ellenőrzési folyamat, megnézi az ember a műholdadatbázisokat, megnézi az egy nappal korábban felfedezett kisbolygókat, szerencsére mindegyik negatív volt, és mivel kíváncsi, ugye a távcső az magától egy szoftver segítségével vizsgálja a további területeket. Tehát én nézem, készülnek a képek, én nézem át, de a távcső az közben a háttérben dolgozik, még én a képeket vizsgálom, és mindig kíváncsiságból megnézem, ez is egy ellenőrzés, mert ezen is látszik, hogy esetleg egy távoli műholdat fedeztem föl, hogy milyen pályája van ennek az égitestnek. Ugye végtelen számoszlopok, az ember beéri, ez itt a 4 észlelésnek a sora, itt akkor ezért kiad ilyen mindenféle számokat, itt látszik, hogy 67 másodperc van a 4 felvétel között, tehát 1 perc, ez nagyon rövid, ez egy nagyon rövid időszak, csak azért ugrik ilyen nagyokat, mert fölközeli, de ami
az embernek először szemet szólt, visszajögtem, Impact felirat nagybetűvel megjelent a szoftverbe, amiben ez egy internetes felirat, hogy ezért, ugye itt látszik a Q, az azt jelenti, hogy 2900 kilométerre halad el a Föld középpontjától, és mivel a Föld sugara 6700 kilométer, ez becsapódás jelent. Hát de nem. Nem estem kétségbe, láttam én már ilyet, tehát jelzett már ez a szoftver impactot, ugye azért, mert ez a 67 másodperc rendkívül rövid. Tehát ez csak egy valamilyen ívet lehet rá, ráilleszteni, valami nagyon bizonytalant, és már ez átveri a szoftvereket. Mondom, persze, láttam én már ilyet, nem is kapkodjuk el, hanem megvárom, hogy szépen végigfusson a betáplált sorozat a távcsőbe, és majd visszamegyek, nem megy ez olyan nagyon gyorsan ez az égitest, ráérek majd visszavenni, és akkor észlelem még, és akkor kiderül, hogy ténylegesen majd mennyire megy el a Föld mellett. Úgyhogy végül, bár általában egy 5-10 perc után visszaszoktam menni, de most hát már 64-et találtam, vagy korábban 63-at, tehát én most már ráérek, úgyhogy 27 perc után mentem csak vissza. Már egyrészt nem találtam a helyen, ahol kellett volna, ahova a szoftver előrejelezte a 67 másodperc alapján, hogy hol kell lenni 27 perc múlva. Eléggé odébb volt egy égitest, és bár ugyanakkor expozíciós időt használtam, itt már egyértelműen csíkot húz. Tehát jelentősen először annyira furcsa volt, hogy máshol van, hogy meg is néztem az eredeti helyét, és elkezdtem ezt észrevettem nézegetni, hogy nem véletlenül találtam egy másikat. Mert olyan is volt már, hogy egy felvételen két földcsúroló kisbolygót találtam. És végül arra jutottam, hogy ez az, csak 27 perc alatt nagyon felgyorsult a mozgása. Először ez elszomorodtam, azt gondoltam, hogy hát ez biztos egy műhold, ugye valahogy ez egy kering agya elnyúlt pályán a Föld körül, ami Molnia típusú pálya, ugye, aki szakértőnek mond valamit, és akkor ez 27 percet ugye közelebb került a Földhöz, ahogy kering körülöttünket elnyúlt ellipszis pályán, és akkor felgyorsult. Na, mondom, ez is ugrott, műhold lesz, beírtam az újabb megfigyeléseket ugye ebbe a szoftverbe, most már sok van, most már 28,4 perc hossz a pályai, hát ez még mindig impact nagybetűvel, meg is ad egy időpontot, ez 21-22, nem is olyan sokára, ugye ez, mit mondtam, 19-22 út, itt már eltelt 27, ez gyakorlatilag, amikor ez kijött, kb. Másfél óra volt eddig az időpontig, ugye 22 óra, 22 perc magyar idő szerint, plusz 70 fok, 10 fok nyugat, ugye szerencsére nem a fejünkre esik, ugye 70 fok, ez fönn van éjszakon, 10 fok nyugat, valahol az Atlanti óceánban jelez egy becsapódást. Á, mondom, nem már, ez valami. Ezért, hogyha gyorsan, akkor már ott volt a távcső, akkor észleltem még gyűjtöttem meg figyelseket. 39 perc, hát ez még mindig impactot. Ugye ekkor, ugye az nagyjából tudod, hogy mivel én minden éjszaka használom ezt a távcsövet, minden derült éjszaka, ezért nem megyek fönn, fölkéne költöznem a Mátrába, de a családom nem tudom miért nem akart fölköltözni a Mátrába egy obszervatóriumba örök életére, úgyhogy inkább megoldottuk azt, hogy megmaradjon a családom is, hogy én otthonról interneten keresztül remote-ba észlelek, de hát ma már ez nem akkora csoda, hiszen itt közözök, és nyilván sokan észlelnek akár a világ másik feléről is interneten keresztül, tehát ez nem akkora csoda, én otthon ülök a nappaliba, közben esténként a család sertepeltél körülöttem, és én meg közben találom a kisbolygókat, hogyha szerencsém van. Úgyhogy azt mondom, hogy szerintem én találtam egy becsapódó kisbolygót. Hát nem már, hát ez nem lehet, de mondom, mit mutatja? És ugye ráadásul ez ugye két hónappal, kicsit több mint két hónappal van aztán, hogy ugye az első üstökösömet is megtaláltam. Mint később kiderült, ekkor már szóltak a riasztócsengők Európában és Amerikában is, mert ezeket az adatokat én azonnal, amint kijönnek, interneten, e-mailen keresztül küldöm a Nemzetközi Kisbolygó Centrumba, aminek az adatbázisát pedig a NASA-nak és az ESA-nak is ilyen riasztó programjai, becsapódás riasztó programjai folyamatosan monitorozzák és töltik le az adatokat, és ekkor már azok is jelezték a becsapódást, nem csak az ilyen internetes valami szoftver, ez az ESA-nak van egy ilyen NERCAT, ez a neve, így nevezték, van egy ilyen alert rendszere, amit ez a SAR 25, ez volt az én, és itt 14 megfigyelés, ugye ők is nyilván tartják, ezt tőlük töltöttem le, és itt is első észlelés, második hány észlelés, és már mutatja, itt még viszonylag nagy hibával, hogy bizony ez egy becsapódó égítást. Tehát közben az én tudtam nélkül beindultak ezek a riasztó rendszerek is, amiket tulajdonképpen kormányzati megbízásból, tehát az Egyesült Államok kormánya megbízta a NASA-t, illetve az Európai Unió megbízta az ESA-t, hogy lehetőleg intézkedjen az ügyben, hogy ne essen a fejünkre kisbolygó, és ne halljon meg pár ezer ember mondjuk egy becsapódás miatt. És ezek működtek,
Tudtommal nem jutottak el ennél magasabb szintre, mivel egyrészt a becsapódásról kiderült, hogy lakatlan terület fölött van, másrészt azt is hamar ki lehetett számolni, hogy ez egy néhány méteres égítest, tehát valószínűleg az lesz, mint a sivataginál mutattam, hogy szétrobban, a légkörbe és maximum néhány kis darabka esik le. Pedig oly kíváncsi lettem volna, hogyha mondjuk egy kicsit később jön, egy-két órával később jön, akkor valószínűleg ez már Kanadában történik, ez a becsapódás, hogy mi történik, hogy eljut-e, pláne ilyen rövid idő alatt, mondjuk a kormányzati szervekig, egy katasztrófavédelemben, mondjuk az USA-ba vagy Kanadába ez a hír, hogy hogy lett volna. De hát ez végül is nem alakult így, talán jobb is, hogy nem alakult így. De működnek ezek a rendszerek, tehát ha mi azonnal elküldjük a megfigyeléseinket, igenis egy becsapódó égítésre reagálnak a különböző kormányzati szervek. Úgyhogy hát én nem nagyon tudtam mást csinálni, mint észlelni az égitestet. Teljesen hitetlenül, a kislányom persze az, apa, megvárhatom, ugye másnap iskola volt, és már le kellett volna feküdnie, úgyhogy persze föllángolt benne a tudományos érdeklődés egyből, hogy fent lehetett maradni 10:30-ig, ugye nem kellett elmenni aludni, mert 10:30-kor ő megy aludni szigorúan, kialudja magát, és 10:30-ig fennmaradhatott, úgyhogy vártuk a becsapódást. Itt ide jelezte előre, ugye Izlandtól északra, itt van egy Jan Mayen nevű vulkanikus sziget, ugye szintén az Észak-Atlanti hátságon, ettől egy valamivel délre jelezték a megfigyelések alapján, hogy eléri a légkört. Ugye a riasztásom alapján aztán észlelték egy csehországi obszervatóriumból, aztán Olaszországból is, sőt, még Dél-Koreából is jöttek megfigyelések, mert ugye nálunk este volt, és téli időszak, és Dél-Koreában még épp sötét volt. És ők is a távcsüviket, ugye nekünk látszott valahol a Nagygöncöl környékén, nekik meg valahol nyugatra fordítva a távcsövet, ugye még ahogy mondom, a Föld fölött elláttak, és le tudták észlelni, tehát a Föld sok részéről, és ugye a több helyről van megfigyelés, akkor az nagyon erősen pontosítja a becsapódást, úgyhogy kiderült, hogy ártalmatlan helyen éri el a Földet. Én meg nem nagyon tudtam mit csinálni, mint követgettem az égitestet, de egy idő után annyira gyorsult a mozgása, hogy közeledett a Földhöz egyre inkább, hogy egy idő után már egy másodpercnél rövidebb felvételt kellett volna csinálnom, hogy pontszerű maradjon, de azt már hagytam a fenébe, több oka van már, az időmérés pontossága egy idő után az ugrik, úgyhogy igazából csináltam az egy másodperces képeket, és szépen lett egy ilyen jó kis animáció belőle, hogy a közeledő kisbolygó az egy másodperc alatt egyre többet mozdul el a képeken. Itt alul föl is írtam a jó kis adatokat, itt világidőben ugye, hogy közeledik, de hogy az érdekesség, hogy mennyi idő van át. Az utolsó kép az 11 perccel a légkört elérése előtt a leghosszabb akkor készül, akkor már csak 12.000 kilométerre járt tőlünk. Ugye ez a geostacionárius műholdaknak már csak a harmada magasságban. Úgyhogy nagy élmény volt végigkövetni egy ilyen esetet, az ötödiket a történelem folyamán mindössze, és az első olyan volt, amit nem Amerikából találtak, hanem Európából, pontosan innen Magyarországról. Itt van a pályarajz, ugye jött így kívülről a naprendszer külső részéből, és pont telibe vert minket. Meglepően hosszú 4,7 év a keringés ideje, tehát eléggé kimegy a naprendszer fővébe, és hát nyilván ugye belül került volna a naprendszeren. Ezen a tájékon ugye kilátta, tényleg megtörtént, biztosan? Nem turpiskolnak ezek a csillagászok? Hát nem, egyrészt ugye többféle bizonyíték is van arra, hogy megtörtént a becsapódás. Egyrészt infrahangdetektorok Grönlandon és Norvégiában. Ugye az infrahangok, azok az emberi füllel nem hallható hanghullámok, amik a légkörbe terjednek, ugye pont ugye az infravörös sugárzásra látjuk, az infrahangokat sem halljuk, viszont ezek sok száz, sok ezer kilométerre eltérnek. Például a Kamcsatkában történik egy nagy robbanás, vulkánkitörés, azt magyarországi infrahangdetektorok simán hallják. Tehát sok ezer kilométert utaznak a Föld légkörébe ezek a rezgések. Itt ugye ez nem volt olyan nagy robbanás, a pár méteres égítésé, de szépen megrezgette itt ez a két infrahang detektoron, ugye az óceánnak a két oldalán szépen látszik egy jól összepasszoló időbe az, hogy jön valami jel, ahogy a légkörbe fölrobban az égítés, és hát aztán néhány nap, amíg feldolgozzák az adatokat, a földi légkörben lévő felvillanásokat figyelő meteorológiai műholdak is észlelték a légkörben 33 kilométer magasan felrobbanó, végül addig jutott a tűzgömböt, 4 kilotonna volt a robbanásnak az energiája, az elég tisztességes,
és olyan 3-4 méterre teszik az átmérőjét, 17 km per másodperccel ért el a Földnek a légkörét. Ugye itt a színek azok kódolják azt, hogy milyen energia volt. Valójában 88 óta működik ez a rendszer, ami figyeli a teljes Föld légkört, ugye több műhold segítségével folyamatosan. Valójában nincs sok ilyen sárga, ez a 30 legnagyobb robbanás között van, amit gyakorlatilag hát nem egészen 9, sőt, ez több mint 30 év. Tehát évente egy ilyen van. Ja, azt sikerült kiszúrni. Ugye mutatom, itt van a Cseljavinszki egyébként szintén ezen az ábrán. Ugye látszik ez a nagy piros folt, messze ez volt a legenergikusabb. 1988 óta, de azóta sem volt olyan. Tehát ilyen tényleg ritkán fordul elő. Nem az van, hogy csak ezt azért láttuk, mert város fölött volt, hanem ma már akkor is ezekről a robbanásokról tudomást szerzünk, ha akár az Antarktisz fölött történik, és senki nem látja ezeknek a műholdak következtében. Szóval végül ez egy elég nagy robbanás volt. Mint utólag e-mailezésekből kiderült, egyrészt Izland északi part teljesen borult volt az idő az Atlanti-óceán fölött, tehát közvetlenül senki nem látta, de egyrészt Izland északi részén, ilyen nagyon gyéren lakott területekről is láttak egy 2 másodperces kék kivilágosodást ebbe az időpontba, illetve ezen a szigeten, ami teljesen lakatlan, de van egy NATO radarállomás rajta, ugye ez egy nagyon jó, ez egy üres terület, ugye az Atlanti-óceán északi részén ide jó radarállomást tenni, hogy itt ezt a hold teret is tudják figyelni a katonák. Ott egy 10 fős személyzet dolgozik, és az e-mailezőkről kiderült, hogy ketten is kint sétálgattak a parton, ugye több órával korábban van, tehát ilyen vacsora utáni séta ebben az időpontban simán elképzelhető, és ők is kint sétáltak ilyen sötét tengerparton a zseblámpával, és onnan is az jött, hogy 2 másodpercre ilyen kékes nappali világosság támad a felhőkön keresztül, ahogy világított ez a tűzgömb, de közvetlenül nem látták. Úgyhogy így esett a sztoriát, itt van egy kis összefoglaló táblázat az 5-ről, ugye 2-ről vannak meteoritok. Végül is ez egy, még a felvilágos adatait nem ismert, itt még 2 méteresnek gondolták a megfigyelések, a fényvesztések alapján. A robbanás, és csak azt gondolták, hogy körülbelül 2 kilótonnát fog okozni, végül kiderült, hogy 4-et okozott és nagyobb. Ebből következően valószínűleg ez egy nagyon sötét felszíni égitest volt. Mert ugye a szemében az én megfigyeléseim és a fényesség mérések alapján becsülték ezt meg, de ugye azt nem tudjuk, hogy az égitest mennyi fényt ver vissza, feltételeznek egy átlagos értéket, azzal jött ki a 2 méter, de a robbanás energiája arra utal, hogy a sebességgel összekombinálva, hogy ez egy sokkal nagyobb tömegű test lehetett, tehát nagyobb lehetett a mérete, olyan 3-4 méter, viszont ez azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon fekete, nagyon sötét színű volt, és nagyon kevés napfényt vert vissza. Úgyhogy ez tulajdonképpen ezzel a becsapódással végül is itt ezek nem is érték el az 1-2 végül, és a második legenergikusabb volt itt a 6 kilotonnás 19, és a becsapódási sebesség, hát itt 18 km per szekundumot a 17-et írnak, az is az egyik legnagyobb volt. Úgyhogy hát nagy élmény volt talán egy ilyet, különösképpen, hogy egy fél évvel korábban a Friderikus podcastban fogalmaztam meg, hogy ez az észlelési álmom, hogy egyszer találják egy kis bolygót, ami becsapódik a Földbe. Egy nagy bajt nem okoz, nem bánt senkit, de mégiscsak valami becsapódás van. És hát ugye ma már minden ilyen felfedezéshez, de ez különösen, ugye hozzátartozik, hogy kiszabadul a kibertérbe egy Földbe becsapódó kis bolygó, hát ez minden hírügynökség a vezető oldalán hozta másnap ezt az eseményt. És hát persze megint ugye az angolok alkották a nagyot, ugye a Daily Mail nevű, ugye a brit, gyakorlatilag bulvárlap főcíme durrant a legnagyobbat, ugye hogy lehet egy pár méteres kisbolygót, ugye az hogy lehet szemléltetni egy átlag brit polgárnak, hát az egy fél zsiráf, ugye egy fél zsiráf méretű kisbolygó, hiszen egy brit az ugye rengeteget találkozik zsiráffal, tehát pontosan tudja, hogy mekkora egy fél zsiráf, jó, nyilván állatkertben azért lát. És hát aztán ez teljesen elszabadult, ezt nagyon sokan kiszúrták, és hát megindultak a mémek, a mémek az interneten, hogy na, de hogy is lehet egy zsiráfot elfelezni, mert ez egy elég furcsa alakú élőlény, hogy is van elfelezve az a fél zsiráf, és hát akkor itt látunk különböző megoldásokat, ugye itt látható kis késsel a felező, a segítséget, help me, nem tudom, ez hörcsög, vagy nem tudom mi, ugye, hogy lehet elfelezni a zsiráfot. Ugye, a dinoszauruszakhoz kellett már egy egész zsiráf,
Tehát ez így teljesen ilyen nagy. De ugye végül megszületett a megoldás, hogy mi a fél zsiráf, hiszen létezik. Létezik. Jaj, ez mindig, ez az okapi, vagy ez nem valamilyen állat. Szóval ez nem, tehát létezik ilyen szerencsétlen állat Afrikába, ami így néz ki. Azt hiszem, ez baj, okapinak hívják, hogy tehát tényleg a szerencsétlen ilyen zsiráf feje van, van egy ilyen ló teste, de zebra lábai. De végül is ez egy, amikor ugye rájössz arra, hogy te a fél zsiráfnak a mértékegység. Az is ugye Amerika vált mérték, ugye a metrikus mértékegységet soha, ott mérföld van vagy valami, de a fél zsiráfos mértékegység az. Nem? És hát azért ennek van egy komolyabb folyamánya is, hogy a Lacival most december közepén megyünk ki az ESA-nak a központjába, a Stuttgart mellé, mert ez a felfedezés, ez eljutott egészen azért az Európai Uniónak a döntéshozójáig, akik arra határoztak, hogy az ESA-t, ugye, mint végül az Európai Unió felügyelet alatt szervet, bizony utasítják arra, hogy a következő x éves költségvetési ciklusban sokkal több pénzt adjon a földközeli kisbolygóknak a kutatására, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő. Úgyhogy a vicces dolgokon kívül elég komoly hatása is volt ennek a felfedezésnek, úgyhogy meghívott előadóként ez elég nagy megtiszteltetés, végül is beszélhetek erről a felfedezésről, hát ilyesmiket fogok elmesélni, semmi komoly, de bizony ennek van, lett tudományos és financiális hatása, és hát azt reméljük mi is, hogy hát ebből a megemelt pénzösszegből azért majd egy nagyobb távcsövet, most egy 1,5 méter körüli távcsőbe gondolkodunk a 60 centi helyett, amivel hát mi is meg tudjuk még emelni a kutatásnak a számát, hiszen megvan a tapasztalat, bizonyítottunk, úgyhogy hoci ide a manit, hogy építhessünk távcsövet belőle. Mi a jövő? Idősebb vannak itt fiatalok, nem kell elkeseredni, nem fedeztem föl még mindent. Nagyon sok munka áll még előttünk. Ez a grafikon azt mutatja, hogy hány darab égitest, tehát fedeztünk fel a különböző mérettartományokban, ez kicsit jobban le van mondva. Tudjátok, ez a 850 az 1 kilométernél, a 30-100 méter közötti rendszer, és 7600 a 0 és 30 méter között. Ugye ez a néhány méter, ezek a legkisebbek, amiket felfedezünk mostanában. A 40 méternél nagyobbaknak a számát, tehát az, mondjuk, hogy ez a tartomány, mondjuk úgy nagyjából, azt 840 ezerre becsülik, ami megközelíti a Földet. Ugye most van körülbelül 20 ezer. Tehát van még, meg kell találni még néhányat ezekből a kicsikből. A 4 méternél nagyobbakat, tehát körülbelül az, amit én találtam, azból a mérettartományból, 400 millióra becsülik a számát. Plusz-minusz 100 millió, tehát lehet, hogy csak 300 millió van, ami a Föld közelébe juthat. Ugye ezek nem okoznak, ezek mind felrobbannak a Föld. Ha lakott terület felett történik ez, amit én találtam, ez gyakorlatilag, ez még a légnyomás hullám se éri el ilyenkor a Földöt, lepotyognak a meteoritok, de az hál' Istennek nem szokott különösebb kárt okozni, szóval megijedni nem kell, viszont munka még van bőven, tehát még egy 399 millió 970 ezer darab kisbolygó legalább felfedezésre vár az ifjú generáció számára is. Szerintem én nem jutok erre ennek a 400 milliónak a végére, a pályafutáson végéig, úgyhogy hajrá, hoci mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen az előadást. Kérdésekre van még időnk. Mindjárt az elején Igen. Én kérdeznék egyet. Mondtad, hogy készülnek a képek, közben te nézed is át egyből őket. Mennyi a kisbolygók közül az, amit ilyen automata rendszer meg tud találni, mennyi az, amihez a humán erőforrás kell? Tehát hány százalékát találja meg a... Hát ugye pont most, ugye tavaly 2021-ben hármat talált meg, mind a hármat a Kürti István nevű érsekújvári amatőr csillagász barátom, miközben én 45-öt találtam. Tehát a 45-ből hármat ő talált meg.
Tehát a 45-ből a többit azt megtalálják, az algoritmus megtalálják szoftverek, igen. Három az, amit ő azonosított, de hát nyilván nem dolgozik mindig, mert ő ugye amatőr csillagász, nappal munkája van, tehát ő csak az éjszaka első felébe kutat, tehát csak egy részét vizsgálja át a képeknek. Illetve azért sokszor találok olyat, hogy megtalálom a képeken, de kiderül, hogy fél nappal korábban megtalálták. Sokszor találok úgy, hogy nem veszi észre se a szoftver, se ember nincs, aki átnézze, csak felfedezik egy-két nappal később, és én látom, hogy azon a területen van a friss felfedezés, amit én észleltem, és meg szoktam nézni a képeket, és már több tucat esetben megtaláltam a képen, amit elvétettem felfedezés, mert úgy jött ki, vagy az egyik képen csillagom van, és akkor már elveszted, de nagyon sokszor van, hogy az én felfedezéseimet visszanézi más projekt, amerikai projekt, és megtalálják ők a képeken, amikor a felfedezés már az enyém, de mégis észlelésed. Ez egy ilyen kölcsönös munka, tehát ez egy ilyen nemzetközi együttműködés. Kell is, hiszen ez az égitest, hiába vannak Amerikában óriási távcsövek és a NASA-nak az erőforrásai, a magyarokkal összehasonlítva. Igen, tehát ez az égitest, amit én most találtam, ez amikor 10 órával korábban Hawaii-on éjszaka volt, és észleltek, vagy Arizonában 12 órával korábban, ez az égitest még jóval messzebb volt a Földtől, és annyira halvány volt, hogy ők se tudták volna felfedezni. Tehát ehhez itt Magyarországon kellett megfigyeléseket folytatni. Tehát ez kell egy, az éjszaka és nappalok váltakozása miatt kell egy globális földfelszíni együttműködés, és azért fontos, hogy itt Magyarországon is van ilyen észlelő pont. Van olyan obszervatórium, ami teljesen robot üzembe működik, tehát meg kell nyomni a gombot, nem tudok, mindenhol van egy operátor, mert most már mesterséges intelligenc, tanítják, tehát tanuló algoritmusok vannak, és már a kozmikus sugarakat, a műholdakat, a pálcikat, a galaxisokat, mindent el tudnak különíteni a szoftverek, de mégis ránéz mindig egy ember mindegyik jelöltekkel, mert az ember intuíciót még mindig nem lehet pótolni a komputert. Mindig van egy operátor, aki ellenőrzi azt, amit a komputer kidob, hogy tényleg az. Mert hibázik. Egyszerűen kell. Az emberi szellem ebben még mindig jobb, mint a számítógépek. Az embernek a mozgás és alapfelismerése, a mozgás érzékelése, az iszonyú jó, azt még mindig nem feltétlenül tudják a komputerek elérni. Ugye ez az egyik legjobban bedrótozott dolog, hiszen ezen az életünk múlt nagyon sokáig, ugye főleg az ember az evolúciós oka van az, hogy nyilván a bozótban mozgó tigris szempárt azt észre tud venni, az egy nagyon fejlett folyamat az emberi agyba, és ez még mindig betegszik a modern komputereknek a képességeivel, az emberi agynak az ilyen irányú képessége. Közönségre nézek, hogy van-e esetleg itt a jelenlévők között kérdés, illetve kérdezem Tepit, hogy majd nézzen rá az internetes vonalra, és adok egy mikrofont, hogy a közvetítésbe is hallatszom. Köszi. Ugye annak idején az amatőrök is elég sok üstökös észlelést csináltak. Most már hír van arról, hogy például Magyarországon is amatőr fedez fel kisbolygót. Technika fejlődik, tudjuk, egyre jobban hozzájutunk mi amatőrök is ehhez. Mennyire fog ez elterjedni szerinted? Mennyire vannak olyan elvetemültek az amatőr csillagászok, mint annak idején az üstökösök terén voltak? Mindenki, ugye Maróti Tamás amatőr csillagászról beszélsz, aki idén már két földcsúroló kisbolygót is felfedezett. Első Magyarország amatőr csillagászként, meg ezek nagyon nagy felfedezések. 28 centis távcsövet használ mindössze. Ez bárki számára elérhető, sőt valójában egy persze azért eléggé nő az ár, de ennél nagyobb távcsövek is ma már megvásárolható, tehát mindenkinek erre lehetősége van. Ugyanis ez szoftveres fejlesztés. Ugye a képösszegzésnek a technikáját, azt, aki fotózik, vagy digitális technikával dolgozik, azt mindenki ismeri. Ugye, hogyha összeadogatok képeket, akkor halványabb objektumokat látok. De ezért ma már egy 20 centis távcsővel olyan fotókat lehet készíteni, amit 30 évvel ezelőtt az ismeretterjesztő könyvekben se voltak a világ legnagyobb távcsöveivel. Annyit fejlődött 30 év alatt a technika, a digitális technikának köszönhetően. Ugye itt a mozgó égitesteknél egy nagy probléma van, hogy itt ugye mivel hiába adogatod össze a képeket, mert hogy elmozdul. Tehát egy csillagra, galaxist szépen összeadod a képeket, hogy a csillagokra összetolod, összegzed, és akkor nő a határmagnitúdod. De hát ez mozog, hiába adod össze a képeket, ugye mindig máshol ezt nem nézi. Hát jó, akkor úgy kell összeadni, ahogy mozog a kisbolygó. Ez létezik, ezt én is használom.
Igen ám, ez jó arra, amit ismersz. De ami nem ismert kis bolygó, itt a képeket figyeltetek, ezek a fölsorolók mehetnek akármerre, bármilyen órairányba, bármilyen sebességgel. Mit lehet csinálni, mit kéne csinálni? Hát össze kéne adni a képeket mindenféle irányba, mindenféle irányba valamilyen sebességtartományra. Ez szintetikus trackingnek, szintetikus összeadásnak mondják. Az alapesetben egy olyan 10 000, 20 000, 30 000 összeadása. Mondjuk 15 darab 200 megabájtos képnek. Ez pár éve még elképzelhetetlen volt, de most már ez lehetséges. Ezt megírta egy amerikai amatőr csillagász, írta egy nagyon jó szoftvert, a Tiho trackert, a videokártyák kellenek hozzá, ami részint a Covid, részint a kriptovaluta bányászat miatt nem volt egyszerű beszerezni, nem videokártyákat. De most, hogy összeomlott például a kriptovaluta piac, egészen lement az áruk. Úgyhogy ezt használja ez a program, és így, hát én most három videokártyát sikerült beszerezni, most egy három videokártyás ilyen rendszerrel dolgozok, ezzel egy ilyen 20 000 összeadást és a kiértékelést megcsinál 4-5 perc alatt mondjuk 15 képre. A Tamás amatőrcsillagászok jelenzően még ugye 28 centis távcsőhöz, még több kell, ő azt hiszem 60 felvételt csinál, 60 darab félperces képet, tehát nem tud egy éjszaka olyan sok területet lefedni, de mégis eléri a 20 magnitúdós határfényességet egy 28 centis távcsővel, ami nagyon durva ahhoz képest, amíg mik voltak a határfényességek, amikor 20-30 éve elkezdtük. És ugye így már mindegy, hogy merre megy a kisbolygó, ha egy bizonyos paraméter téren belül van, akkor megtalálja. És így hozta össze ezt a két felfedezést. Ugye egy olyan rendszert használnak, ez az amerikai csillagászok írta, összeállt két franciával, és az Atacama sivatagban nekik két 28 centis van egymás mellett, és az Atacama sivatagbeli ég meg derültségi viszonyok, ők naponta találnak egyet a két 28 centissel. De több amatőr, van, aki 36 centiset használt, úgyhogy ma már elérhetőek ezek a, mi ez a rasa, Celestronnak van 28 meg 36 centis, ez a Rasa rendszer, nem tudom, ez valami spécies vitkaszegrén. És ugye nagyon fontos, hogy ugye a CMOS technika nagyon sokat fejlődött. Most fognak piacra dobni egy 10 000-szer 10 000 pixeles hűtött. Nem is annyira kell hűteni CMOS detektort, ezek ilyen Sony detektorok. Ezzel ilyen olyan látómezeje van, ilyen 3x3 fok a Tamásnak is, szóval 3,3x2,2 fok. Mint nekem a Schmidt távcsőbe. Kisebb az átmérő, de ezt több felvétellel kompenzálja. Bárki előtt nyitva van a dolog, hát nem árulok zsákba macskát, ez igen, mondjuk egy ilyen 28 centis rendszer az 4 millió forint, a 36 centis az 20 millió forint körülbelül a technikai rész, és ehhez még kell ugye, hogy valahova le tud rakni. De utána lehet kis bolygót felfedezni, akit ez érdekel, sok vagy kevés, sokféle hobbi van a Földön, nem tudom, egy pecás mennyi pénzt költ a horgászengedélyre, meg a pecabotra, vagy egy siklóernyő és a dolgaira, de valószínűleg ilyen nagyságrendben azért a hobbiára. Persze nyilván, ha megengedheti magának az ember. Igen, szóval itt a közvetítő stáb a háttérben, akinek sok dolga van, például detektálja, hogy az internet népe figyel és kérdez. Valójában leginkább nyilván a gratulációk, amit mi magunk is csatlakozunk. A többi ilyen apróságot tulajdonképpen előadást és a csetelést figyelme kísérő Kis László lekezelte egészen, jó? Úgyhogy valójában az volt... Főnök rajta tartja a szemlét, beosztotta. Annyi volt a kérdés része, hogy hát ugye az energiaválság, mert ezek a dolgok mennyire érintik ezeket a kutatásokat. Kíváncsi vagyok, te mit válaszolsz rá? Hát nem különösebben, de az obszervatóriumon 21 foknál nem lehet melegebbre fűteni. Talán nem is egészséges. Pulóverbe ülnek a csillagok, éjszaka csak 19-re le kell venni. Ilyen, ugye a maguk a távcsövek, azok nem esznek sokat. Ugye ebben a motorok, mert nincs nagy teljesítmény, a távcsövek ki vannak egyensúlyozva, nincsenek nagy áramfelvételű motorok, esetleg a kupolaforgató motorok. Lehet, hogy a legtöbbet egyébként a három videokártyás gép eszik meg, számítógép, lehet, hogy az fogyasztja a legtöbb wattot valamiben. Nem is a távcsövek, de ez még azért
azért bele kell, hogy férjen. És ugye? Ugye? Alapvetően. Igen. Tehát ugye mit tudom én, ha ugye konyhát üzemeltetnénk, akkor ugye ott a főzés miatt, a meleget kell csinálni miatt, ugye nagyobb bajba lennék. Csillagvizsgálat üzemeltetünk, ahol ugye a környezeti hőmérséklet kell, nem kell fűteni. Jó, ha hideg van, ezért nem okoz akkora problémát. A Covid az sokkal nagyobb gondot okozott, nekünk nem, mert például ugye a Piszkesteti Obszervatóriumban ezek a néhány és kicsi távcsövet, ehhez egy ügyeletes csillagász elég volt, de több nagy obszervatórium hónapokra bezárt, Hawaii-szigeteken, az Egyesült Államokban, ahol ugye egy nagy teleszkópnak egy több méteres távcső, vagy akár a legnagyobb 10 méteres, ahhoz több fős műszaki, meg operátori személyzet kell, és hát mivel a legsűrűsebb időszakban nem volt engedélyezve, hogy többen legyenek egy adott helyen, például a nagy obszervatóriumok hónapokra bezártak. Illetve ugye most az Almát föltörték. A rádió obszervatóriumot pár nappal ezelőtt, és napok óta nem megy az észlelés, mert hekkelek lerombolták a rendszerét. Úgyhogy már ilyen is volt már történelem, hogy egy obszervatórium azért nem észlel napok óta, mert hekkerek annyira tönkretették a rendszerét. Körülnézek. Úgy látom, hogy nincs több kérdés. Köszönjük szépen. Köszönöm még egyszer szépen az előadást. Még egy tapsot. És várjuk a további fél zsiráfokat. Szeretettel. Rajta vagyok, igyekszem.